augusztusi hőségben nehéz érzékeltetni a téli körülményeket. De most nem is az a fontos. Koncentráljunk inkább a történetre. Helyszínünk Lengyelország déli része, a magyar határhoz közeleső Galícia, és azon belül is egy Limanova nevű városka melletti erdős, hegyvidékes terület. A harmadik orosz hadsereg 120 ezer jól felszerelt katonával tör be a monarchia, és így Magyarország területére. A cári orosz haderő legénységi állományának többségét a vidéki parasztság alkotta, a tisztek pedig főként az arisztokraták között kerültek ki. Megjelenésüket tekintve láthatjuk, hogy alapanyagként nem a korban általánosan elterjedt posztót alkalmazzák, egyenruhájuk az úgynevezett gimnasztyorka. Jelentése tornaklának feleltethető meg. Teljes egészében bászomból készült, így egy könnyed, légies mozgást eredményezve katonájának. Továbbá a zöldes színe nagyban elősegítette a tereten való rejtőzködés lehetőségét. Kezdnek megállítani a túlerőben lévő orosz alakulatokat. A helyzetet súlyosbította, hogy a magyar huszárok ekkor még nem rendelkeztek a modern háború körülményeihez szükséges lőfegyverekkel, és az állások kiépítéséhez szükséges szerszámok is hiányoztak. A helyzetet súlyosbította az orosz tüzérség mennyiségi és minőségi fölénye. Katonáink utolsó tartalékaikat próbálják mozgósítani. Negyedik napja állják a sarat az orosz rohamokkal szemben, veszteségeik súlyosak. Így érkezünk el a Limanovai csata sorsfordító napjához, 1914. december 11-éhez. Az orosz támadás a hajnali órákban a gyalogság rohamával indult. És úgy tűnik, hogy az újabb csapás elsőprő erejű. Bárcsak meg lehetett volna állítani ezt a borzalmat akkor így, kiáltással 1914-ben. De ez nem sikerült, mert nem voltam ott. Az oroszok rohama viszont sikeres volt. Behatoltak a 10. huszárezred védőállásaiba, és úgy tűnik, hogy a védők nagy része is elesett. A helyzet kilátástalanná vált a magyarok számára. Ebben a végzetes pillanatban érkezik meg a Murat már vezette Nádasdi huszárezred, amíg megmaradt védők felmentés. Murat már 1860-ban született Kassán. 4 fia és 1 lánya volt. Katonai karrierje töretlenül ívelt fel. Pár hónappal a Limanovai csata előtt nevezték ki ezredesnek. Az ezredes rendkívüli tisztelet és szeretet övezte. Huszárjai közül sokan Múr bácsinak szólították, ám ezt csak a háta mögött merték megtenni természetesen. A Nádasdi huszárezred egyenruhája még mindig a húzérvörös nadrágból, kékszínű Attillával és Prémelvélet mentéből áll, ami kizárja a terepen való rejtőzkedés lehetőségét. Továbbá lőfegyvereinkhez sem rendszeresítettek a közelharcban nélkülözhetett meg bajonettet, azaz rövidszivonyt, tölténytárába csupán 5 töltényt. Múr és huszárai döbbenten szemlélték a pusztítást. Az ezredesnek azonban gyors döntést kellett hoznia a még élő védők saját emberei és a haza sorsára is. Tudták, hogy ha az oroszok rohama sikeres, akkor az út megnyílik Magyarország felé. Murat már számára ez a tény talán megkönnyítette a döntést. A sikeres huszárroham meglepetést okoz az orosz csapatok. Azonban hirtelen, váratlanul, drámai fordulatok. Ami harcképtelenné teszi őt. A legtöbb katonai alakulat ilyenkor szervezetlen. De nem munkatárjai. Parancsnokuk sebesüléseit látván emberfeletti düvel és önfeláldozással vedik magukat újra az ellenségre. Nem túlzás lehet azt állítani, tisztelt hölgyeim és uraim, hogy a Limanovai csata ezeken a sorsfordító órákon múlva. A huszárok bajonettek helyett puskatussal, gyalogsági ásóval, vagy akár puszta ököllel is, de visszamerték az oroszok. Ennek ellenére a hős parancsnok még másfél óráig kellett. Murat már vakmerő döntést. Nem csak a védekező magyar alakulatokat mentette meg, de az általa vezetett roham megakasztotta az orosz támadást. A magyar győzelemnek hála az oroszok nem tudták birtokba venni Limanova városát, pedig ha ez sikerül, akkor az út itt vált volna északon Krakkó, délen pedig Magyarország felé. A csata a lengyelek számára is volt. Nemzeti emlékezetük a magyar huszárokat úgy látja, mint a mi huszárjainkat, akik megvédték Galíciát a rabló orosz haderőtől. Murat már kiemelkedő hősiessége az első világháború alatt és az azt követő évtizedekben sem merült feledésre. Köszönjük szépen a Sopoli Huszár Hagyományőrző Egyesületnek,
Magyaródi Sándor Huszároknak. A Honvéd Kerékpáros Hagyományon Törvényesületnek. A Magyarországi Cári Orosz-Szovjet Hagyományőrző Egyesületnek. És végül, de nem utolsó sorban, a Centenáriumi Hadtörténeti Egyesületnek. Köszönjük szépen, megtisztelő figyelmüket, legyen csodaszép napunk. Ha tovább mennek, akkor megmutatják,